Ismét harmadszor és ebben a választási periódusban utoljára kihívás a Pécsi Városi Televízióban. Ez a műsor ahhoz kívánja önöket hozzásegíteni, hogy választani tudjanak, hiszen vasárnap, mint tudjuk, választás van, hogy jobban megismerjék azokat, akik közül majd választaniuk kell, azaz választókerületük képviselőjelöltjeit. Most vendégeim a harmadik választókerület egyéni képviselőjelöltjei, Körömi Attila, a Fidesz Magyar Polgári Párt, és dr. Toller László, a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltjei. Ők mérkőznek egymással, az első forduló eredményei, mármint hogy a választási forduló eredményei gondolom ismeretesek. Abban Toller László az arany és Körömi Attila pedig az ezüstérmet szerezte meg. Most pedig vasárnap jön a következő és döntő forduló. Mindenek előtt a szabályok, amelyek talán önök számára is ismertek, már 15-15 perc áll rendelkezésre mindkét megszólalónak, tehát ők osztják be az idejüket azt szerint, hogy mennyi a mondandójuk, hogy mi mindent szeretnének elmondani, és hogy milyen sorrendben. Mindenek előtt nagyon röviden szeretném, hogyha egy mai hírre kitérnénk, mert a Választási Bizottsághoz egy bejelentés érkezett, amelyet öntett Körömi Attila, és amely Toller Lászlónak egy választási szlogenjét, vagy választási mondatát kifogásolta. Jelesül azt, hogy Toller László szerint a Fidesz választás az a miéppel való szövetség fele vezet. A Választási Bizottság az önök panaszát jogszerűnek és helytalónak találta. Óhajtja kommentálni ezt a történetet? Nem, hát inkább elmondanám pontosan, hogy szólt az a mondat, amit én kifogásoltam, és amivel szemben panaszra fordultam a Választási Bizottsághoz, aki a panaszomnak helyt adott, tehát alaposnak ítélte és törvénysértőnek mondta ezt a mondatot. Ez a mondat pedig úgy szól, ami mostában mindenfajta hirdetésben elhangzik, hogy minden az ország valódi érdekeit, felemelkedését, a társadalmi békét féltő ember ügye, az Orbán Torgyán csurka összefogás megakadályozása. Kalandor felelőtlen ígéretek helyett felelős kormányzást, kiszámítható jövőt. Én ezt kifogásoltam, itt ennek az első részét kifogásoltam, nem akarom kommentálni, mert butaság. Viszont nyilván az ember tartsa magát annyira, hogy kérje ki magának azokat a kijelentéseket, amik nem valósak. Ezért éltem a jogi eszközökkel, és ennek a Választási Bizottság helyet adott, úgyhogy én részemre ez az ügy ezzel el is van zárva. Ön válaszol? Tényleg rossz az idézet, hisz nem ezt mondtam. Lezsákul hiányzik a felsorolásból, tehát én úgy gondolom, hogy tartalmi kérdésről vitatkozunk, vagy tartalmi kérdést állítottam, amikor ezt a lehetséges koalíciót felsoroltam, hiszen nem olyan régen, azaz tegnap előtt, a Népszabadságban Lezsák Sándor értetlenkedve fogadta azt, hogy miért kell magát Csurkától elhatárolnia. Én úgy gondolom, hogy valahol a miniszterelnök úrnak abban igaza van, hogy előbb-utóbb összenni, ami összetartozik, hisz az anyák is ugyanazok voltak, gondolok Lezsák és Csurka urakra. Minden esetre gondolom, hogy a program vagy a vita további részeiben lehetséges lesz akár erre is kitérniük, de önök azok, akik valami mást ígérnek, önök pedig a folytatást ígérik. Az ön számára mit jelent a más abból a perspektívából, hogy az elmúlt 4 évhez képest mi változna meg leginkább? Hát leginkább úgy gondolom, hogy azon kell változtatni, hogy az emberek a mindennapjaikban jobban érezzék magukat, föltétlenül. Van 4 olyan terület, amelyen határozottan változtatni szeretnénk. Egy koherens program 4 eleme ez, tehát szerintem a program önmagában kell megvalósítani a programot. 4 elemet mégis hangsúlyozni kell, mert a legfontosabb részei a Fidesz Magyar Polgári Párt programjának, ez pedig a gazdasági növekedés gyorsítása. A másik a közbiztonság, illetve a korrupció ellenes kíméletlen harc megindítása, és a harmadik a családok megerősítése, a negyedik pedig az oktatás területén az esélyegyenlőségek növelése a oktatásban részesülő gyerekek számára. Nevezetesen ne az határozza meg a gyerekek, a tanuló diákok érdekérvényesítő képességét, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkeznek, hanem az, hogy tehetségesek-e, szorgalmasak-e, avagy sem. Ez a programunk legfontosabb 4 eleme. A folytatást miben ígérik? Egy pillanatra térek vissza a Fidesz programjának 4 lényeges elemére, aki most nemrég látta Horn Gyula és miniszterelnök és Orbán Viktor vitáját. Teljesen nyilvánvaló volt az, hogy a növekedés gyorsítása ez nem valami pártprogram és pártfeladat, mint annó valamikor a párt elhatározta, hogy gyorsítja a növekedést, aztán katasztrófába vitte az országot, nem egyszer, nem kétszer, ez a rendszerváltás előtti történet. Teljesen egyetértünk a korrupció elleni kíméletlen küzdelemben, hisz ezt tettük mi magunk is 4 évig, ennek a szervezet és bűnözési feltételeit folyamatosan és nehéz anyagi körülmények között
igyekeztünk biztosítani, és lám a legtöbbet vitatott KBI például ma már az egyik legsikeresebb rendőri ágazat. Áder Jánossal voltam annak idején az aktuálisban, amikor kikérte magának azt, hogy egy ilyen szervezetet létrehozzunk, bevált. Az oktatásra szeretnék a négy pontból már csak reflektálni, és a családcentrikusságban teljesen egyetértünk. Ebben Iker testvér a két választási program, ami én kicsit előbb készült el, tehát lehet, hogy a szerzőjogon lehetne vitatkozni. Az oktatással kapcsolatosan viszont rosszul emlékszik saját programjára a Fidesz képviselője, hiszen ők az első diploma megszerzéséig ingyenes oktatást ígértek, ezt Pokorni Zoltán visszavonta, hogy hát ez nem egészen így van, hát teljesen természetes, hogy nem lehet így. Tudjuk, az oktatásnak nem a legnagyobb költség az egyetemen a tandíj, a 2000 forint, hanem a 4-5000 forintos tankönyvek, tehát ezt viszont senki nem érheti, nem ígérheti meg felelősen, tehát jogosan vonult vissza a Fidesz ebből. A folytatást mi nagyon egyszerűen gondoljuk. Tudnék, ez az ország stabilizálódott, a gazdaság stabil, egy természetes 4-5%-os növekedést ma már nem vitatott tétele a gazdaság növekedésének, egyik párt részéről sem hozzáteszem a legvadabb reflexiókban sem, tehát ebben normálisan egyetért valamennyi párt az országban, hogy ezt elérte ez a kormányzat. Az iparszerkezet átalakítása megindult, az agrártámogatás 1994-ben 30 milliárd forint volt, ma 220 közvetlen és körülbelül 80 milliárd forint, ami közvetett támogatása az agrárágazatnak. Így például egy ilyen kacsaválságot, ami most kitört Magyarországon, nagyon magabiztosan tud vezérelni a földművelési tárca, tehát nem válságmenedzser, hanem egyszerűen meg tudja oldani az azonnal keletkező problémákat. Az agrárágazat fejlesztése az elsődleges célunk, és hát hozzátartozik ehhez a folyamatossághoz, és ez a leglényegesebb elem, hogy azokat a humánpolitikai reformokat folytatni, vagy befejezni kívánjuk, amelyeket elindítottunk, akár az oktatásban, amelynek gerincével azért az ellenzéki pártok is szép csendesen egyetértettek, csak a tandíj volt itt a jelentősebb vita. Az egészségügyi reformban, ugye, amelynek a kezdetén tartunk, azért hozzá kell tartozni, befejezetnek tekintjük a nyugdíjreformot, tehát itt a nyugdíjasok kérdését és az új nyugdíjba menők kérdését én azt hiszem, hogy korrektül rendeztük. Ez egy folyamat, 17 év múlva lesz vége ennek a nyugdíjreformnak, ezt azért mindenki tudja, és akkor is elmondtuk. Tehát jó alapok vannak arra, hogy normális, higgadt, tárgyszerű körülmények között ez az ország fejlődjön, nem kell itt felfordulást csinálni, nem kell vagdalkozni, nyugodtan politizálva, higgadt parlamenttel működni fog ez az ország. Maradhatnánk talán a növekedésnél, milyen mértékben és miből? Növekedésnél a vitát félrevitték néhányan. Itt nem arról van szó, hogy a mostani kormány 5%-kal akarja növelni a gazdaság teljesítő képességét, a Fidesz pedig 7-tel. Tehát nem az 5 és a 7%-ról van vita a két számról, hanem ami közte van. Az 5%-ot a kis és az 50 fő alatti kis és középvállalkozások 9%-os árbevétel csökkenése mellett produkálja az ország. Tehát mi azt mondjuk, hogy ha a magyar kis- és középvállalkozásokat segítjük, őket támogatjuk, akkor az ő általuk nullára vagy afölé hozott növekedéssel 7%-ra megy. Tehát két filozófia vitatkozik egymással, nem pedig két szám. Az oktatásról én azt hiszem, hogy akkor lenne jó dolog elmondani, mit mondott Pokorni Zoltán, ha itt ülne, mivel nem ül itt. Én ezt nem tudom kommentálni, én csak azt tudom, amit a miniszterelnök jelöltünk Orbán Viktor itt most a Horn Orbán vitában elmondott, mi szerint neki személyes ügye, és a Fideszben nagyon sokunknak személyes ügye az, hogy az esélyegyenlőség megteremtése már az iskolákban megtörténjen. Mezőgazdaság támogatása biztos sok pénz ment el rá, kell beszélni a szőkei polgármesterre, az a baj, hogy nem látszik. Tehát sok pénz elköltődött, csak ennek az eredménye nem látszik, nyilván ebből kell mérni a hatékonyságot. Hát a másik pedig az, hogy sok mindenbe egyetértünk, a kérdés az, ki be van akarat és ki be van elszállás, hogy ezeket megvalósítsa, akár a családi pótlék aranyjogon történő visszaállítására, akár a GYED visszaállítására gondolunk, mert hogy ugye ez nem segély jellegű visszaállítás, ez nem az egyenlősdi, hanem minden egyes gyerekre szüksége van ennek a társadalomnak. Tehát a kérdés az, ki akarja és ki csak hirdeti. Egy fél mondatot talán szabadjon
Nagyon érdekes a Fidesz pályafordulása ebben, hisz 1994-ben a tandíj bevezetésének amúgy élharcosai voltam programszinten, elsősorban azzal a céllal, hogy a jó tanuló diákokat favorizáljuk ezzel a rendszerrel. Ma már visszaléptek, úgyhogy a rossz tanulók irányába kívánnak talán elmozdulni, de gondolom, hogy nem így van. A másik ilyen sarkalatos kérdés az agrártámogatási rendszer. Egyszerűen nem igaz, hogy nem érzékelhető, hisz a magyar mezőgazdaság például tavaly a rendszerváltás óta csúcs teljesítmény nyújtott, és jó remények vannak itt májusi első aranyatél arra, hogy az idén is bekövetkezik ez. Kiszámítható, kiegyensúlyozott és nem kevesek lenyúlásának az elvén alapul ma már ez a támogatási rendszer. Ez sokaknak fáj a korábbi kedvezményezettek között. Az esélyegyenlésségben semmi vitát meg kell teremteni. Ennek az alapjait is meg kell teremteni, ennek pedig gazdasági alapokat és költségvetési alapokat kell teremteni. A 7% ez lehetnek 9-15, kimondani könnyű, megcsinálni nehéz akár a 4 és 5-öt is, hisz 94-től azért arra se számított senki, sőt, hát az ellenzéki pártok egyszerűen nevetségesnek tartották azt a kormányprogram vitájában, hogy egyáltalán 98-ra mi tudjuk vezetni az országot a válságból, és mire kivezettük. Az oktatásban a Fidesz valóban a tandíj mellett érvelt az előző parlamenti ciklusban. Ehhez két mondat társul. Egy, azt mondtuk akkor, hogy akkor, hogyha ehhez megfelelő tandíjhitel program kapcsolódik, ez nincs. Bocsánat, megvan. Igen. Megvan, elfogadta az országgyűlés. Igen, nem működik. A másik pedig, ami szerintem fontosabb ennél. Azt kell megnézni, hogyha egy párt változtatja a véleményét, amit persze számon lehet rajta kérni, mert remélem, hogy kormányozni fogunk, akkor azt kell megnézni, hogy az ország javára van ez a változás, vagy sem. Ha ország javára van, akkor ugye a kérdés úgy tevődik föl, hogy rám milyen rossz a Fidesz, mert jót akar a magyar családoknak, akiknek egyetemista gyerekeik vannak. Így van, ebben így van, változtattuk a véleményünket, mert a 4 év alatt világossá vált, hogy nem lehet rátenni a családokra ezt a 2 milliárd forintot, náluk számít, a költségvetésbe pedig igazából nem azt nem szoroz, máshonnan kell ezt a pénzt oda tenni. Ön sok helyen érintette a különböző juttatási rendszereket. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy nagyjából miből, azt hiszem ez mindenkit nagyon érdekel, tehát hogy milyen juttatási rendszerekre számíthatnának a magyar polgárok, hogyha önök kerülnének kormányra, és mi lenne ennek az adagi fedezete? Így van. A alanyi jogon visszaállítanánk a családi pótlékot, a gyedet, ezen kívül családi típusú adózást vezetnénk be, ami figyelemmel van az eltartott gyerekek számára. Ezen kívül nyilván a tandíjmentes diploma egy nagyon fontos pénz, illetve nagyon fontos segítség ezeknek a családoknak. Ezen kívül olyan közemi díj számítási módot az ártörvényen keresztül el lehet érni, amely segít szintén a magyar családoknak. Hogy erre mi a fedezet, ugye főként az oktatásba tenni sokat és a családok megsegítésére, erre egyrészt a gazdasági növekedés a fedezet, másrészt pedig a visszafogott szakemberek szerint is a fekete és a szürke gazdaságban körülbelül egyharmada megtermelődik a látható gazdaságban előállt produktumnak, egész egyszerűen a adó és tévéjárulékok csökkentésével, nyilván a munkaerő felszívó képessége a kis és középvállalkozásoknak megnő, illetve a fekete gazdaságból előkerülő pénzekkel és a növekedéssel együtt és egy takarékos állammal együtt ezeknek a fedezetei megvannak. Ezt nem a pártpolitikusai találták ki ezt a gazdasági programot, hanem komoly közgazdászok, akik ehhez a nevüket adták. Módosulnának-e juttatási rendszerek, hogyha önök kerülnének hatalomra? Alapvetően a családtámogatási rendszert favorizáljuk mi magunk is, hát de nagyon nagy eltérések vannak a szemléletben. Mindenek előtt a rászorultság elve. Hát elnézést kérek, Kölömi Attila Toller László, hogyha jól keres, akkor ne kapjon egy fillérse családtámogatási címen. A rászorultak kapjanak. Ez elvi kérdés nálunk. Ahogy a Fidesznél is az elvi kérdés volt, amikor 94-ben. Ez egy kellemes ígéret. Amit Kölömi Attila pedig felsorolt, ez kiadási oldalon 600 milliárd plusz kiszámolva, bevételi oldalon 600 milliárd mínusz, azaz 1200 milliárd forint egy évben. A magyar költségvetés az 2300 milliárd körül forint körül van egy évben.
Tehát az 1200 milliárdnak semmiféle fedezete nincsen. Hát hogyha a külföldi hitelt kívánnak felvenni, hát Kádár kormány megpróbálta, hol vezetett. Tehát lennének olyan juttatások, amelyeket visszaállítanak, vagy ha nem is a következő négy évben, egyáltalán hosszú távon mit tartanak célszerűnek és kívánatosnak? Nem lehet kiragadni a támogatási rendszert, a teljes adórendszerből, költségvetési struktúrából is, semmiféle más ellátási rendszerből, így az egészségügyi ellátási rendszertől, a nyugdíjrendszertől semmitől nem lehet függetlenné tenni. Meg kell nézni azt a családmodellt, amely támogatandó, meg kell nézni azokat a jövedelmi viszonyokat, amelyek mellett támogatandó, és ehhez kell a technikákat rendelni, nem pedig előre megmondani az eredményt, és utána kitaláljuk a technikát. Volt ilyen kísérlet 1990 és 94 között a nyugdíjrendszer bevezetése, az új típusú nyugdíjrendszer vagy nyugdíjszámítás bevezetése az Antal kormány idején, hát nem volt sikeres, el se kezdték. De ugyanez vonatkozik a közelmi díjakra is, és erre majd szeretnék még visszatérni. Világos, hogy meghatározták az emelés mértékét, el sem kezdték. Három év lemaradás volt, utána pedig ellenzéki oldalon, jaj, veszékeltek, hogy ez a kormány, jaj, mit csinál. Reagálhatok? Nyilvánvaló. Igen, köszönöm szépen. Egyrészt nyilván, hogyha az új kormány, mikor 94-ben megalakult, rossznak tartott néhány törvényt, amit 93-ban a parlament elfogadott, nyugodtan hozzá lehetett volna ehhez még nyúlni, hát akkor megtörtént, tehát akkor mégsem az a kormánynak az akarata érvényesült. Ennél sokkal fontosabb az, hogy, és ebben látszik a két párt kampányának a fő különbsége, máshonnan közelítjük meg a társadalmat. Úgy látom, hogy a mai kormánykoalíció leírja a számokat és mögé teszi az embereket, mi pedig azt mondjuk, hogy meg kell nézni, hogy a polgároknak hol szorít a cipője, hol tudnánk rajtuk segíteni, mégiscsak emberekből áll a világ, meg állatokból, meg ugye környezetből, meg flórából, meg faunából, és meg kell nézni, hogy milyen gazdasági, társadalmi programmal lehet azt elérni, hogy jobb legyen azoknak, akik most úgy érzik, hogy nekik nem jobb, mint 90 előtt. Ehhez nagyon sok segítséget nyújtott az ajánlószervénygyűjtést az összes fórum program. Sajnos ki kell jelenteni, ma is hárman hívtak telefonon, három kismama, hogy következőt mondták, ledöbbentő volt. Azt mondták, hogy értse meg, nem akarunk gazdagok lenni. Természetesen, ha jól keresünk, nem fogjuk a pénzt visszautasítani. Szeretnénk nyugodtan fölnevelni a gyerekeinket, és most döbbentünk rá a férjemmel, hogy a második gyerekünk megszületett, és szegényekké váltunk, kimondta. Hát magyarul, ma Magyarországon a családok döntő többsége rászorult. Sokkal többbe kerülne az országnak megkeresni azt a néhány családot, ahol a családi politika nincs szükség, mint hogyha azt mondjuk, hogy minden gyereket támogassunk. Nyilvánvaló, hogy a 94 és 98 közötti periódusból önök is rengeteg tapasztalatot leszűrtek. A tovább lépés során mi az, amit másként csinálnának, és mi az, amihez mindenképpen ragaszkodnának? Nagyon egyszerű, én azt hiszem, hogy a válasz, a sikeres folytatást választottuk szlogénünknek, hiszen Európába indult ez az ország, a gazdaságpolitika egyenletes és kiszámítható, az adórendszer minden gyengesége mellett is kiszámítható, és van alapja annak, hogy lehet csökkenteni, a mérték persze túlzott, és bármilyen számítás szerint is túlzott, hosszú távon talán elérhető az, amit a Fidesz mond. Én azt hiszem, hogy a társadalombiztosítás reformja, az egy elsősorban az egészségbiztosítás reformja, az egy kiemelt tétel kell, hogy legyen, az önkormányzati rendszerrel való foglalkozás 8 évvel a rendszerváltás után újra kell gondolni, a feladatait, a finanszírozását és így tovább, és mindenek előtt, hát azt azért tudni kell, hogy egyes embereket semmiféle válságból nem lehet kivezetni, ez önkormányzati, térségi, kormányzati probléma, de engedjék majd meg, hogy visszatérünk egy pillanatra közüzemekre. Tehát ugyanennek a kérdésnek úgy tetszik a fordítottját tenném föl, mennyire akarják átalakítani a meglevő szisztémet, vagy mennyire próbálnak meg alkalmazkodni ahhoz, ami már megvan? Melyik szisztémet? Hát a 98-ig kialakult rendszert mennyire óhatják fenekestől felfordítani, vagy mennyire kíméletes átmenetet szeretnének biztosítani? Ami az országban általában? Ami az országban általában, így van. Hát ahol drasztikus és rendkívül radikális lépéseket kell tenni, ez a közbiztonság és a korrupció területén lévő teendők. Ezt az első naptól kezdve csinálni kell. A párton belül egyértelmű az a vélemény, minden parlamenti képviselő jelölt és minden helyi párttag és minden választópolgár azt mondja, egy polgári kormánynak egyetlen egy dolog tud gyors hitelt teremteni. Nem ezért kell megcsinálni
nem ebből a számításból, hanem ez még a plusz hozadéka, hanem mert hogy ez a rákfenéje a társadalomnak, ez még a közbiztonság és a korrupció elleni harcban felmutatott gyors eredmények, itt nem lehet szórakozni. Ez a legfontosabb teendő azonnal. A másik, a 99 évre szóló állami költségvetés elfogadásában lehet érvényesíteni az új kormánynak azt az akaratát, amit szeretne a polgárok javára tenni, tehát a családi típusú adózás bevezetése és néhány olyan intézkedés, amiről már az előbb beszéltünk. Szerintem ez nem forgatja föl fenekestül az országot. A fő irányokat semmilyen módon nem bántja, hiszen a Fidesz 88 óta NATO párti, az Európai Unióval nagyon kemény tárgyalásaink lesznek, hiszen nyilván az ország érdekeit figyelembe véve kell velük tárgyalni. Miután a NATO védőernyő fölöttünk van, ettől kezdve hátradőlhetünk és sokkal kényelmesebben tárgyalhatunk gazdasági alapon. Aki ezt tagadja, az akarja az országot fenekestül fölfordítani, mi mind a kettőt támogatjuk, tehát semmiféle fenekestől fölforgatásról nincs szó. Amiről beszéltünk, azokat szeretnénk megcsinálni, hogy az embereknek jobb legyen. Hogyha gondolja, akkor reagáljon. Bocsánat, hogy a Fidesz ennyire támogatja ezt a kormányprogramot, amelyet elkezdtünk. Én úgy gondolom, hogy akkor hát a választói is ezt fogják támogatni. Hogyha arra akartam felszólítani, hogyha gondolja, akkor reagáljon. Említette, hogy a közüzemi díjakról lehetne még beszélni. Arra kérném, hogy most már térjünk át egy picikét a 3-as választókerület problémáira. Azt gondolom, hogy ez például egy olyan téma, amiből el lehetne kezdeni, kérem. Én úgy gondolom, hogy a 3-as választókerületnek nincsenek más problémái, mint a város egészének. Viszonylag fejlett infrastruktúra, fejlett oktatási rendszer, ezt finanszírozni kell. Ami a legnagyobb gond, az a panel. Az összes előnyével és hátrányával együtt. És itt azért van mondani való a Fidesz számára. 90-94 között a Fideszes Városi Önkormányzat erőltetett privatizációt hajtott végre, nem számolva azzal, hogy ezeket a paneleket rövid és középtávon fel kell újítani, és nem tett hozzá semmiféle forrást. A másik, a közüzemi díjak. Egy olyan egészségtelen közüzemi vállalati vagy vállalkozási struktúra jött létre Pécsett, amelynek az eredményei megvannak, nyereséges cégek, és a nyereségek pedig az lakosság zsebéből származnak, élejáró harcosa volt szemben levő képviselőtársam ennek a közüzemi átalakításnak. Tehát akár személyére is mondhatjuk, hogy elég drága tőle a közüzemi díj. Ugyanakkor most felhívják a polgárokat, hogyha ők kerülnek kormányra, akkor panel problémát megoldják, a közüzemi díjakat megoldják, 6 évig volt rá az önkormányzatban. Talán emlékeznek rá, hogy én strukturális változásokat sürgettem annak idején, mint önkormányzati képviselő ebben az ügyben. Veleig elrontott várospolitikával találkozunk, amelyet ma már a kormányzatnak és az önkormányzatnak együtt kell kezelni. Hát erről szól a távfűtésről szóló törvény, amelyet nekünk kellett meghozni azért, hogy fékezzük azokat a túlzásokat. Rendelkezésre állási díj, árszámítás, a mechanikus árhatósági jogkör gyakorlás az önkormányzatoknál és az egyedi mérés. Én azt hiszem, hogy egy veleig elrontott várospolitikának a levét iszta az a lakosság, akiért most sírnak itt azok a pártok, és hívogatják őket, hogy megoldják a problémájukat. Én azt hiszem, hogy a Fidesz városi ősbine talán ez a probléma itt Pécse. Lakáspolitika. Jó, hát én egy szakmának nem vagyok művelője a blöffnek, tehát ezt nem szeretem. Így ezeket a döntéseket önök hozták képviselő az itt tiltakozásunk ellenére. Tehát nem vagyok híve a blöffnek, ezért azt gondolom, hogy egy 367 másodperces műsorban nem fogom tudni ezeket az érveket száfolni. Aki ad valamit, magára meg tudja nézni a közgyűlési jegyzőkönyveket, Toller László 90-94 közötti felszólásai ebbe föllelhetők. Így van, Pécsett volt a legolcsóbb lakás az országban. Maga Traj Ferenc, mostani MSZP-s frakció tag ismerte el, hogy bizony akkor néhány más erőtől vezéreltetve támadtak bennünket olyan csúnyán, be kell, hogy lássa, hogy az egyetlen válasz volt, ugyanis nem egyedi pécsügy volt a lakásprivatizáció, az országban mindenhol megtörtént, tehát nyilván egy egységes válasz volt erre a kihívásra, Pécsett volt a legolcsóbb a lakásár. Ez az egyik, a másik pedig a közműcégek átalakításában az előző testület is amit tett, meg ez a testület is amit tett, ez teljes konszenzussal tette, a Pécsi Vízművet 95 tavaszán privatizálta tőkeemeléssel, ez a közgyűlés 33 igennel 0 nem emelés 0 tartózkodással, tehát ebbe egységes a felelősségünk.
és a cégek átalakításra pedig törvény kötelez bennünket, mert ő azt mondta, hogy a tanácsi közüzemi cégeknek át kell alakulni, tehát ez nem önhatalmú döntés volt, törvény kötelezett rá. Bennünket harmadik pedig tévedés lenne azt sugallni, mintha nem lenne a mindenkori kormánynak vagy parlamentnek ráhatása a közüzemi díjakra. Az ártörvényen keresztül ez erre mindenképpen van. Ártörvény nem véletlenül van, hiszen a közüzemi szolgáltatások mégiscsak monopol helyzetből történő szolgáltatások, el kell ismerni a piac alapon történő működést, hogy milyen költségeket, milyen technikával tudnak ezek a cégek elszámolni, erre bizony van ráhatása a parlamentnek. Arról beszéltünk, hogy mi volt a panelekkel, és mi van a panelekkel, mi lesz? A mi programunkban, és az azt hiszem minden párt programjában szerepel, egy panelfelújítási programot kell indítani. Itt az önkormányzatok és a lakástulajdonosok saját erőből ezt nem képesek megoldani, ezt ők megörökölték. Tehát itt segíteni kell rajtuk. Egy társasházi panelfelújítási programot fogunk elindítani, ami ezt orvosolja. Nyilván a gépészetnél kell kezdeni, és nyilván olyan környezetet kell megpróbálni kialakítani, hogy panelban lakni az ne egy leszólás legyen. Szóval ez meglehetősen sértő és nagyon rossz ízű poénkodás. Nem is poénkodás, ez egy rossz bevett szokás, hogy a panel ügy, a panel probléma. Teljesen normális magyar családok élnek a panelban. Egyedül saját erőjükből ezt a súlyos műszaki kihívást nem képesek megoldani, ezen kell segíteni. Önök szerint hogyan? Én úgy gondolom, a panel probléma most túl lehet lépni, hisz a kormány már lakáspolitikai koncepcióval foglalkozott, nem a felújítás itt a lényeg, hőszigetelés, az ellátó műveknek a gyökeres átalakítása, mármint az energiaellátó rendszernek, ez pedig kifejezetten távfűtésre vonatkozik, körülbelül 600 millió forint plusz van ebben évente, ami a lakosságot terheli, csak nem vették észre a tisztelt önkormányzati képviselői, de többször felhívtam már rá a figyelmet. Kertváros és környékéről van szó. Én azt hiszem, hogy elsősorban azt a kapcsolatot, ami a város és környéke között van, ezt kell egy országgyűlési képviselőnek generálni, mind ahogy megtettük, Pelérdi csatornázástól a Gyódi Nemzetiségi Iskolai udvarig. De hát azért van látványos eredmény, hogy be is kell fejezni. Hát a Pécsi Traumatológiai Centrum a választókerületemben van, talán kicsit hozzám is kapcsolódik ez az érdem. 1,5 milliárdos beruházás, és mindenek előtt én a lakásépítést tartom olyannak. 4-500 lakás a következő ciklusban elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az első lakáshoz jutás és az életkezdés feltételeit biztosítsuk. Erre van garancia, mi kormányzunk. Ha ön képviselője, egyéni képviselője lenne a választókerületnek, akkor mi az, amit első körben ígérne? Hogyan lenne jó képviselője a kerületnek? Két dolgot szeretnék mondani, egy mondat előzőleg. Azt nem hiszem, hogy jó politika, hogyha egy kis településeknél vagy városnál észlelhető, egyébként természetes közösség által összefogott fejlesztéseket politikai célra kísérhet, minthogyha a szocialista párt intézte volna el. Itt az egyetem, a honvédség, a város, mindenki benne van ebben. Ezek mennek a dolgok előre, semmiféle különös dolog nem történt, fejlesztések történtek természetesen, ez mindenféle pénzekből összeadódtak. Én két dolgot tudok mondani a választókerületnek. Egyik, végigjárva a 9 községet beszélve a polgármesterekkel és az összes falusi iskola tantestületével, én azt látom, hogy a Fidesz kistérségi programja nagyon fontos, és ebben a választókerületben könnyen bebizonyítható, hogy működik, mert a kerülethez tartozó két falun kívül talán nem elsősorban a szociális problémák a jellemzőek, tehát jól tudjuk azt működtetni, hogy a város és a falva kölcsönös érdekein működő pályázati rendszerrel nem egymással szembe fognak állni, hanem egymás érdekeit képviselve talán valamiféle béke megteremthető, és a fejlesztések fölgyorsulhatnak. A másik, amit én óriási gondnak látok, ezt pártoktól és térségtől független minden egyéni választókerületi parlamenti képviselő ebbe a hibába esett sajnos, 90-ben is és 94-ben is. Nem lehet egyéni választókerületet képviselni úgy, hogy megválasztásom után egy évvel majd elkezdem. Mindenkinek elmondtam, az első naptól kezdve a választókerületben leszek elérhető. Ezt én magam a Fideszen belüli adminisztrációs jelölés során is kifejtettem, hogy be kell látni, hogy az egyéni választókerületben megválasztott képviselő az a kerület képviselője, nem a kerület kiskakasa, és nem rossz ízű lobbista,
de olyan ügyekben segítenie kell, amelyet az adminisztráción keresztül már a helyi testületek, önkormányzatok, közösségek nem tudnak megvalósítani. Ezt az első naptól kezdve a kerületi munkával lehet csinálni, ezért én semmiféle bizottsági helyet nem preferálok a parlamentben. Frakció munkában részt veszek, szociális lakásügyekben szívesen adom hozzá a tapasztalataimat, de semmi egyéb pozíciót nem preferálok, választókerületen szeretnék dolgozni. Hogyha levernék a legfontosabb szövegeket, mondjuk először országos szinten, ahol... Igen? Hát itt érdekes ez a történet, hát mondja olyan, aki nem ott lakik, én ott lakom a választókerületemben. Napi kapcsolatom volt a polgármesterekkel 4 évig, az önkormányzati testülettel, a saját önkormányzati frakciómmal, sőt az ellenzékiekkel is. Én azt hiszem, hogy a napi kapcsolat az érdekes, és nem az, hogy hány fogadóórát tartunk. Megkérdezni, hol lakom? Hol lakik? Kertvárosban, köszönöm szépen. Tehát Kertvárosban akkor... Akkor talán tovább mehetnénk, hogyha azokat a cövekeket meg kellene nevezni, ahol 2002-ig el szeretnének jutni, ha önök jutnának kormányra, akkor azok melyek lennének először országos szinten? Országosan európai csatlakozás, NATO csatlakozás eredményes befejezése, a gazdasági növekedés és a költségvetési stabilitás, amely nagyon képlékeny, és a gazdasági stabilitás, lásd a tőzsdét legutóbb, képlékeny megőrzése, és ebből kiindulva az ország eredménynek megfelelő, növekedésnek megfelelő a teljes humánpolitikai rendszer továbbfejlesztése, ebbe beleértem oktatást és így tovább, és hát az EU csatlakozása jelentős pénzek, napi 2 milliárd forint érkezik majd Magyarországra, ennek a célszerű felhasználása. És ehhez viszont kellnek a területi célok, területi programok, amelyet egy országgyűlési képviselő tud segíteni és menedzselni. Tehát országosan. Gondolom visszatérünk a helyére is. Igen, vissza szeretnék, csak először országosan. Tehát a legfontosabb szövegek. A legfontosabb szövegek a gazdasági növekedés, tehát új gazdasági program beindítása és a családok megsegítése. Akkor talán helyben? Helyben, a választókerületben a kistérségi program beindítása és a panelfelújítási program elindítása. Helyben? A panellel találkozunk is, saját kezdeményezésem is volt, ez már 1994-ben. Drasztikus távhőszolgáltatási díjcsökkentés, amely a törvény is majd kötelezni fogja erre az energiaellátástókat. 4-500 lakás, a város szellemi rangjának megfelelő egyetemi fejlesztés, ez kiemelkedő feladat, és a tudományos szellemi életnek a növelése. Ez viszont kell szintén egyetemi lakás és így tovább, tehát egyetemi infrastruktúra fejlesztése. És hát a saját választókerületben nincs kis térségi program, azt azért tudni kell, hanem város és önkormányzatok együttműködése az, ami szerves fejlődést megalapozhatja itt Pécset és környékén, a mi választókerületünknek. Hogy a Magyar Szocialista Párttal szemben kellene meghatározni a Fidesz politikáját, akkor melyek lennének azok a döntő különbségek, amelyeket szeretne mindenki számára tudomásul hozni, már csak azért is, hogy választani tudjon? Hát egyrészt a felelősségvállalása minden pillanatban és minden döntésért, másrészt pedig a tett ígéretek betartása. Ugyanezeket kérdezném Önt is. Hát keveset ígértünk és sokat tettünk, tehát ebben azt hiszem valami jogfolytonosságot tudok vállalni. Nagyon erős volt a Pécsi és Baranyi lobby a parlamentben. Jó, ha egyszínű egy ilyen társaság, tehát egy pártból van, és a választópolgárokat erre szeretném kérni, hogy ezt segítsék elő. Az utolsó egy percben talán a jövőképet lehetne még egy picit elmondani, tehát azt, hogy mire várhatnak a polgárok, mire számíthatnak, milyen ütemben számíthatnak, mikor érezhetjük azt mondjuk az első év végén, a második év végén, hogy jobb lesz, hogyha önök kerülnek kormányra. Úgy gondolom, hogy a Fidesz meghirdetett egy választási programot, ezt a programot végre akarja hajtani. Tehát szerintem az eredményeket lemérni a következő választás előtt már tudni kell a polgároknak. Magyarul a programunknak vannak elemei, amelyek 4 évre szólnak, és nyilván vannak azon túlnyúlók, tehát a ciklus végén. És melyek azok, amelyeket leghamarabb lehet megérezni? Úgy gondolom a család megerősítés és a korrupció elleni harc. Ugyanezt kérdezném, tehát mi az, amit érezni fogunk, javulás, valami változás? Rövid távon az élet, a gazdasági növekedésből elnézést, az életszínvonal javulása, a reálbérek növekedése országosan, helyben pedig remélem az egy önkormányzattal együttműködve
azt, amit említettem. Nem kell ezt ötször ismételni. Energia, lakásnövekedés és egyetemi oktatás fejlesztése. Amiről még nem beszéltünk, illetve érintettük, de csak néha-néha Európai Unió. Tökéletes, köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy az ország uniós csatlakozási tárgyalásai mellett a régiónak önállóan el kell kezdenie ezeket a tárgyalásokat, rá kell kapaszkodni a vonatra magyarul, ki kell brusztolni azt a helyzetet, hogy a város próbálja megszerezni az Adriáig szóló Dráva menti régió vezetőhelyét és központját. Azt gondolom, ehhez minden segítséget meg fogunk adni, és ezt támogatni fogjuk. Rendkívül fontos ez a pécsieknek. Az ön számításai, a párt számításai szerint mikor? Tehát mikor lehet teljes jogú tagja Magyarország az Uniónak? Hát erre nagyon nagy hiba lenne jóslatokat tenni, óriási kemény tárgyalások várnak ránk. Ugyane két kérdés, tehát Unió, és hogy mikor? Tárgyalások megkezdődtek, 2002 körül eredményesen befejeződtek. A régiót említette, és az önkormányzatokat. Önkormányzat szerepe milyen lesz egyáltalán a különböző autonómiák, de legelsősorban az önkormányzat szerepe? Az önkormányzatiság a magyar rendszerváltás egyik legfontosabb vívmánya, ezt tovább fogjuk erősíteni. Önkormányzat változik-e? Elmondtam a véleményemet már ez ügyben. Akkor utolsó szó. Miről? Arról, hogy mi az, amit mindenképpen szeretne 3 nappal a választások, vagy 4 nappal a választások előtt a polgárok figyelmét, mire szeretné fölhívni, hiszen van még néhány másodperc. 1990-ben és 94-ben az első fordulóban dölt el, hogy kormányváltás lesz, 98-ban csak a másodikban, tehát minél többen jöjjenek el szavazni. Ugyanez. A biztatásom ugyanez, és felhívnám a kis gazda szavazók figyelmét különösen, hogy hiányzik innen egy személy, aki cserben hagyta őket a választáson, és felhívnám mindazok figyelmét, akik azt hitték, hogy nyertünk, mi nem nyertünk, jó esélyünk van rá, személy szerint nekem is. Én kérem, jöjjenek el szavazni, szavazzanak ránk az esélyre, a növekedésre és a biztonságra. És nem kell az MDF, amelyet a Fidesz a hátán cipel a parlamentben. Köszönöm szépen mindkettőknek, hogy eljöttek ide, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, kedves nézők. Még egyszer is a Városi Televízió képernyőjén utoljára holnap fognak találkozni a 3 választókerület egyéni képviselőjelöltjeivel, hiszen 8 órától az Értelmiségi Klubból élő egyenesben közvetítjük a egymás után a 3 választókerület vitáját, tehát a nézetek további kifejtésére, az ő további megismerésükre még ott is lehetőségük nyílik majd. Kihívás című sorozatunk azonban itt a Városi Televízió stúdiójában véget ért. Köszönöm szépen, hogy néztek bennünket, hogy hallottak bennünket. Viszontlátásra! Köszönöm.